ez itt én vagyok, ahogy épp valóra válik az álmom. És én lehetek az S-Star DJ-je. Cynthia, Kejfe! Kejfe, Cynthia! Ez pedig Patricia. Szokás szerint tönkreteszi az álmomat. Cynthia, Kejfe! Hogy aludhatsz el a szüleid partiján? Mit gondol majd mindenki? Hogy te egy álnok kígyó vagy, és hogy ma tönkreteszed a családom boldogságát, te dög. Ez az, amit mondanom kellett volna. De mivel nem is sejtettem, hogy mi fog történni, ezt mondtam. Igazad van, Patricia. Kedves, hogy szólsz. Teszek egy kört. Szia! Az élet nálunk olyan volt, mint egy egybefüggő parti. Ők itt ketten, a szüleim. Olyan édesek, szenvedélyesek. Az én családomban mindenki ilyen volt. Hittünk a szerelemben. Minden férfi egy rohadt disznó. Mizu nénikém. Rafa féltékeny rám, amiért szóba álltam egy pincérrel. Mindenki, Elena nénit kivéve. Fizetni a számláimat. De hát ő is fizeti. Csak átmenetileg. Csak addig, amíg végre be nem török az avantgárd brazil költészet legnagyobbjai közé. Jaj, nénikém. A szabadságom nem eladó. Tudod mit? Iszom is még egy juice-t, mert megtehetem. Na hát, Cynthia, gyönyörű vagy ma. Akár csak egy igazi hercegnő. Ti meg úgy néztek ki, mint két szellem egy úcska horrorfilmből. Bár csak ezt mondtam volna Patricia kétszínű és utálatos lányainak, de ezt mondtam. Ti is csinosak vagytok. Bocsánat. Szia, Ráfa! Ezt fogom elzongorázni ma a szüleimnek. Ezt te írtad? Látom, kicsit tovább gondoltad. Ez volt a cél. Szerinted csípni fogják? Klapa lesz, Cynthia, nyugodj meg! Nyomassad! Ráfa hatalmas arc. Ő meg Elena néni a tipikus esete annak, amikor az ellentétek vonzák egymást. Nem véletlenül mondják, hogy ha a szerelem beüt, nincs mit tenni. Hé! Ez vagyok én, Freddy Prince. És most elmesélem a saját verziómat erről a partiról. Bonjour, Bellissimos! Ma Belinja csatornáján bepillantást kaphattok a Dorella villába. Megnézzük, hogyan buliznak a gazdagok. Hogyan táncolnak? Hogyan öltözködnek? És miket esznek? Vágjunk is bele, gyertek velem! Jó lett, Beli. Most már tényleg egy szavad sem lehet, de most menjünk vissza, mindjárt fellépek. A helyedben én tutira otthagynám a vonós négyeseket, és a saját zenémre koncentrálnék. Ebből csak Németországban lehet megélni. Meg az ilyen partikon, mert ez baromi jól fizet. Az ilyenekből tudom felvenni a lemezemet. Hát, te kis kabzsi. Amúgy meg... Ha én nem lépek fel, ki hozott volna be téged, hogy felmutathass valami exkluzív tartalmat annak a fél tucat követődnek? Egy nap. Majd befutok, és te térden állva fogsz könyörögni, hogy bekerülhess a videóimba, és hogy lejátszam a zenédet. Tényleg? Ott gondoljam át, hogy kisegítelek-e a dalaimmal, oké? Álmodos csak. Mielőtt visszamegyünk, át kell vennem a tornacsokámat, mert a megrendelő elegáns cipőt kért. Azt hiszem, hogy a hátizsákomba tettem. Nyugi, még ráérünk. Sétáljunk, hát ha látunk valami érdekeset. Én itt dolgozom, Beli. Csak a munkájára az eszed. Neked, aki egész nap otthon dekolsz és dalokat irogatsz az igaz szerelemről. Ó, merre lehet a hercegnő? Ideje egy húsfér hercegnőbe botlanod, hogy tudd, miről beszélsz. Semmi közös nincs bennük és bennem, nem látod? Mert egy lehetetlen alak vagy. Bocsánat. Á, közben visszajött a vonós négyes. Menj, én addig felveszem, hogy milyen is a hangulat. Vége a szünetnek? Mit játszunk most? Ahogy elnézem, te éppen az eszedet. Nagy kérés lett volna egy alkalomhoz illő cipőt felvenni. Gyerünk, vedd át, egy-kettő. Nem. Nem veszem át. Maga itt nem a ház úrnője, csak egy alkalmazott, sőt, mi több, csak egy felkapaszkodott titkárnő. Nem parancsolhat nekem, és a modora sem az igazi, tudja? Vagyis ezt kellett volna mondanom, ha tudom, hogy ki is ez a nő. Vedd át, egy-kettő. Jó, rögtön, asszonyom. Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kis ökörnek. Így van. Robson, most rögtön gyere ide. Nézze. Azt hiszem, otthon hagytam a cipőmet.
Szóval gondban vagyunk? Micsoda, gondban vagyunk? Itt csak te vagy gondban. Nézd körül, picinyem. Jó alaposan. Ezek itt fontos emberek, hát nem érted? Nem, nem értem. Elegánsak, divatosak, olyanok, mint én. Bunkók. Nem, őszinték. Egyébként is, az a legtöbbször ugyanaz. Minden a helyzettől függ. És a te helyzeted a következő. Vagy azonnal szerzel egy rendes cipőt, vagy eltűnsz. Jó, de visszaadná a tornacipőmet. Ezt már buktad, zenészkém. Kéne a cipő? Hm? Kéred? Jó. Kapd el! Úristen! Úristen, Cincia! Ó, te jó ég! Jól vagy? Nem sérültél meg? Minden rendben? Dehogy minden oké. Képzeld, egy ostoba zenész képes volt ebben megjelenni, de most rögtön kidobatom, Rodson! Ne utáskodj, Patricia! Hadd játszon így, nem értem, mi ezzel a gond. Kibírhatatlan kis csitri. Meddig kell még elviselnem? Na és nekem, anya? Neki jutott minden! Több ruha, több cipő, több táska, több zseppés, csak egy dologból van nekem tőle! Irítségből? Végül is, az is valami. Nyugi, 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 gyönyörűségeim, ez ma megváltozik, jó? Majd meglátjátok. Hol az Instán? Most mi van, azért mégse a fészen, oda senki sem jár. Elég, kezdődik. Ez a zene. Ne haragudjon, Patricia, meg akartalak titeket lepni. Azt hittem, tetszeni fog. Tetszeni? Egy Beethoven darabot így elszórni ezzel a franc tudja mivel. Nyugodj meg, Cezár. Szégyent hoztál rá. Apa, nyugalom. Szuper volt. Ezt megkaptam, nagyképű liba, bárcsak az én apám is ilyen gazdag lenne. Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy rád is ez az élet vár, kicsim? Na, gyere velem. Ó, király. Te nem, szívem, itt maradsz. Menjünk. Megértetted, Grazieli? Akkor gyerünk, bújj el, menj, menj! Cezár! Olyan megalázó! Egy ilyen fontos férfi, mint te, nem érdemelne ilyesmit. Én viszont itt vagyok, drágám. Melletted vagyok jóban, rosszban, sosem hagylak magadra. Én nem akartam ezt a partit, te is jól tudod. Tudom, tudom. De Anna annyira erősködött. Nem számon kérni akartalak, macikám. Tudom. Nem azt mondtam, hogy dobd ki a nejedet, mert ez az élet nekem jár, a lányaimnak apára van szükségük, légy férfi, és ismerd be, hogy én kellek neked, ne légy hülye. De talán ezt mondtam. De hogy édesem, te egy angyal vagy. Sosem mondanál ilyet. Soha. Nekem elég, hogy szeretsz. Cincia, én szeretem apádat. De tudod, hogy milyen. Apád túl konzervatív. Tévedésben van, ahogyan te is. Feladtad a régész karriered, hogy ez a kövület elvegyen. Elena! Így kompenzálsz. Szeretem őt. Tudod, hogy mi az? Olyasmi, amiért áldozatokat kell hoznunk, és én a mai napig nem bántam meg, hogy hozzá mentem. Mai napig, mi? Ettől a perctől fogva nem hittem a szerelemben. Thank you.
megtanultam anyától, hogy mindig csak előre érdemes tekintenünk. 2 évvel azután, hogy eljöttünk apától, úgy éreztük, hogy már semmi sem állhat az álmaink útjába. De jó, hogy végre itt vagy, kicsim. Azt hittem, sosem érsz ide. Még szép, hogy ideértem. Annyira fogsz hiányozni. Meg a bolond nénikéd is. Végtére is elég sokáig itt ragadtunk. 2 évig pedig 2 napnak indult. Már annyira megszoktam, hogy itt vagytok. Tudod, hogy ilyen lehetőségem nem lesz több. Persze tudom. Annyi dolgoztál ezért az ösztöndíjért. Mindig is a régészet volt az álmod. Kiskora óta a csontot talált a nagyi kertjében, és azt hitte, hogy múmia. Mire a nagyi? Ez csak egy csirkecomb ebédről, te ostoba! Nézzenek oda, micsoda családba keveredtem. Úgy beszél, mintha már házasok lennék. Szóval neked ilyen terveid vannak, mi? Vigyázok magamra, megígérem. Kövesd az álmaidat, én is követem az enyémeket. Zenét fogok tanulni Londonban. Úgy is lesz, kicsim. Tudom, hogy menni fog. Szincsiára nagy zenei jövő vár. Én tényleg hiszek benne. Hát még én. Puszillak. Vigyázz rá, jó? És jó utat. Bízd csak rá. Köszönöm. Szia, anya. Vigyázz magadra. Nagyon szeretlek. Én is. Szia! Come for life, for me and for you. I can see it's true. I can see it. Ne feledd cicust! Milyen cicust? Nincs is cicusom, megőrültél? Mi az, hogy nincs? A patkány szívem, ideje megetetni. Á, az a cicus. Muszáj volt a patkányodat pont cicusnak elnevezni. Arról a fiúról neveztem el, akitől annó ajándékba kaptam. Őt hívtam cicusnak. Te meg a pasiaid, nénikém. Amúgy nem ő szívódott fel nyomtalanul? Nem, az kutyuska volt. Tőle kaptam ezt a cicát, és az ő tiszteletére elnevezted a cicát kutyuskának. Ezt a papagájt pedig egy olyan exem adta, akinél gyávább pasit azóta sem láttam. Ezt meséltem már? Ha a papagájt Nyuszinak hívják, akkor inkább spóroljuk meg. Szintia, egy dolgot jegyezd meg. Az állatok mind fajtiszták, de a férfiak mind korcsok. Ezért hallom azt, hogy ne engedd őket túl közel, és ez Rafára is vonatkozik. Micsoda? Aha. Nekem szóltál? Ehhez képest már 2 éve együtt vagytok. Képzelem, mi lenne, ha túl közel. Jó, elég ebből a butaságból. Inkább hallgassátok meg a legújabb avantgárd versemet. Kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok. Halljuk, halljuk. Figyelem! A szikla. A hulla. A száraz szalma. A vadászat és a páncélzat. A diktatúra és a műfogsor. Ami szorít és lassan megfojt. Engem. Minket, téged, a teknősök dala! Na? A teknősök tudnak énekelni. Nem a klasszikus értelemben. A hang, amit kiadnak, azt hívom most éneknek. Á, már értem. Tényleg elég avantgárd. Király volt szívem, tényleg imádtam, hihetetlen vagy. Hadd adjak egy csókot, bébi, csak egy kicsit. Tudod ki a bébi? Több tiszteletet. De már, Elena! Mit csináltam? Cuki voltál, de a cuki és az avantgárd nem passzolnak. Mindenki másban jó. Felejtsd el, csak a szokásos. Amúgy, mi lenne, ha most inkább zenélgetnénk egy kicsit? Van kedved? No, na. Így jó lesz. Tessék. Tartsd az ütemet, az a legfontosabb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ez az, azt old fel. Aztán szépen lehúzod a basszust és váltasz. Ez az. Jöhet a másik. Egyenlítsd ki. Ez az. Király! Hát ez nagyon klaffa volt. Elképesztő királyú nyomot. Ezt így tolod tovább. És a suliban is jók a jegyeid. Az a londoni ösztöndíj egyszerűen gyerekjáték lesz. Figyelj csak, Rafa, igazán szervezhetném neki néhány bulit, hogy legyen egy kis gyakorlata. Megpróbálom. Jó, rendben. Ez túl közel van, kell egy kis tér. Cincsia, mindjárt ott vagyok, irány a suli.
Lara, arra gondoltam, hogy ma skippelem a sulit, hogy rá fel vagy gyakorolják. Sajnos az nem egy szincsie, mert nekem is mennem kell. De később folytathatjuk. De maradj csak nyugodtan, legalább meghallgatod a többi versemet is. Meggondoltam magam, egy perc és megyek. Ne, várj már! A zöld, a növény, a fotoszintézis, 1, 2, 3, 4! Jó reggelt! Szia! Szia, hogy vagy? Mehetünk? Menjünk. Csak a vékony lábhoz álljon, csajok. Még ez is jobb, mintha csak szelfizgetni járnék az edzőterembe, mint te. Hogy már? Elég legyen, Grazieli, ne provokáld. De hát annyira felhúzott! Az igazság ellen nehéz védekezni nővérként. Elég, Zizeli. Mégis miben elég anya? A te esetedben például a túlsúlyból, kislányom. Ezt meg hogy érted? Az igazság fáj, de megerősít, jó? Na, most tűnés mindketten kifelé. Gyere, Grazieli. Mozgás. Na és tudjátok, hogy ki fog zenélni a szülinapon? Hé, a szülinapunkon, hiszen ikrek vagyunk. Igen, egy anyától, de más apától. Akkor mégis hogy lehetnénk ikrek? Zizeli, drágám, annak tuti genetikai okai vannak, hogy én ilyen csodálatos vagyok, te meg... Adjuk. Na de... Szállj már le rólam, hadd mondjam el a nagy hírt a lányomnak, jó? Szóval ki fog zenélni a szülinapomon? Na ki? Ugye tudod, hogy téged úgy sem hívlak meg? Hát Freddy Prince! Bizony, Freddy Prince, mégpedig én lesz nagycsárban! Let it go, let me love, let it bleed. Let my soul in your void sing. Amikor elkezdtem felrakni a zenémet a netre, rájöttem, hogy az embereket még mindig érdeklik a szerelmes dalok. Nem sokára elkezdtek jönni a felkérések, koncertek, lemezszerződések, sőt, egy nemzetközi turné is. Rajongóid oda lesznek ettől. Igen, ez jó, de valami még hiányzik. Az, hogy kimozdulj, végre emberek közé menj. Élvezd már egy kicsit a sikert, Freddy. Folyton a szerelemről énekezd, de ez csak egy üres ideál. Éld át! Szerezz egy barátnőt! Mégis milyen barátod, anya? Én az álmaimnak élek, nincs erre időm. Jól van, kicsikém. Viszont ezt nem fogod elhinni. Képzeld, megtaláltuk a királynő múmiáját, és pár kilométerre a király múmiájától. Elképesztő, nem? Látod? Még a múmiák is távol maradnak a pasiktól. Apropó múmiák! Nem hiszem el, hogy apa kivizeti Patricia lányainak a sulit, és ők is ide járnak. Sőt, képzeld, még van képük őt apának hívni az egész iskola előtt. Komolyan mondom. Kicsim, sajnos most le kell tennem, mennem kell. Vigyázz magadra, rendben? Szeretlek. Puszi, hiányzol. Szeretlek. Halli, hallottad, hogy Freddy Prince exkluzív koncertet fog adni a szülinapi bulimon? Tényleg? Na és? Én nem bírom. Ó, nem bírja? Oké. Ez így még jobb, legalább lesz egy jó kifogásod, hogy ne is gyere el. Bizony. Bár amúgy is apa hívod meg, ha rajtam múlna, nem is jönnél. Mintha sajnálnom kellene, hogy kihagyom Freddy Prince-t, meg azokat a nyálas dalait. Á, én úgy szeretem Freddy számait. Annyira szépek a dalszövegei. Bárcsak egyszer André is ilyeneket mondana nekem. Csupa közhely. Köszönök a tengernek, szívem végre békét lel, meglátni és... Na hát, ahhoz képest, hogy utálod, fejből megy. Még szép. Nem kritizálom, amíg nem ismerem. Pont azért tudom, hogy annyira rosszak, mert már hallottam őket. Hello, Cynthia. Minden rendben? Hello, fiúk. Éppen arról beszéltünk, hogy elmegyünk moziba. Nem jössz, André? Milyen moziba, Lara? Lara, ez már elúszott. Ne haragudj. Láttátok az appot, amit fejlesztettünk? Mármint elsősorban én, a rezgőpuskát. Az micsoda? Hát egy app a puskázáshoz.
pofon egyszerű. A hosszú rezgés jelzi a kérdésszámot. A rövid rezgések meg a válaszokat. A, B, C, D. Menő mi? Nem, én inkább megtanulom. Ja, kinek mi tetszik. Gyere, Zségu. Nem már, ha így folytatod, más lányt keres. Felőlem keressen. Nem kell a hülye apja. Neked kellene egy jó pszichológus. Elváltak a szüleim, nem kell több trauma, nem érdekel senki, bla 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 bla. Azért annál jobb, mint a semmiből randira hívni Andrét. Lara nem is tetszel neki. Ezt gondolod te? Én tudom, hogy szeret. Azt is megígérte, hogy elvesz. Á, igen, még 7 éves korotokban. Na és? Egy gyerek mindig őszinte. És még én menjek pszichológushoz. Léptem. Szintsi, hát gyere, siess már! Gyere! Képzeld, Rafa elintézte, hogy most rögtön felléphessek buliban! Most a délután közepén! Na, mindegy! Biztos valami őrült medencés buli! Készítsd a pultodat, mert ma a dalait felszántják a táncparkettet! Nénikém, definiáld az őrült medencés bulit. Rafával majd később számolok. De nézd a jó oldalát, legalább építheted a közönségedet. Hozok kaját. Lemezes lány, nem tudnád elhalkítani ezt egy kicsit? Nem hallok semmit a hangzavartól. Elnézést, asszonyom, de ha lehalkítom... Mi? Ha ennél is jobban lehalkítom, akkor senki sem fogja hallani a zenét. Majd szólok a házigazdának. Mit mondtál, hogy is hívnak? Cinchia Dorella. Cinderella! Pontosan, ő DJ Cinderella. Miket ki nem találnak? Cinderella. DJ Cinderella? Gyönyörű, csodálatos, lenyűgöző. Tényleg tetszem, anya? Saját magamról beszéltem. Azt a de jól nézek ki. Ó, Zsizeli, drágám, láttad már az állarcomat? Szép, ugye? Tényleg az? Vedd fel, rajta csak ez segíthet. Grazieli, ha tovább hergeled a testvéredet, csúnyább leszel, mint ő. Bocsáss meg, nem úgy értettem. Semmi baj, megvan bocsátva. Én Grazielitől kértem bocsánatot. Na, ugye? Anya! Lányom, hidd el, a belső szépség is ugyanúgy számít, és te pedig odament egyszerűen tele van értékkel. És ezek az értékek sokat nyomnak, sokat számítanak, érted? Teljesen átlagos a súlyom. De az átlagos unalmas, tudod, Zsizili? Mitől leszel különleges? A szépségtől. A belső szépség is fontos, de ideként néhány kilóval kevesebbel még jobban boldogulnál, érted? Nem értek egyet. Kicsim, az igazság fáj, de megerősít. Te mit nevetsz? Fogd fel, dagadt vagy! Nem vagyok dagadt, ez igazság! Jaj, húgocskám, annyira gyönyörű vagy. Te pedig csodálatos. Na és anya, akár egy igazi angyal. Jaj, kis drágáim. Ti is tudjátok, hogy anya csak egy egyszerű háziasszony. Nincs bennem hiúság. Szeszállt, itt vagy. Olyan gyönyörűek a lányok. Mi több már igazi hölgyek. Hiszen udvari esté a buli témája. Szépek vagyunk? Na-na. Ó, bárcsak Cinchia is ilyen lenne, mint... Igen, szép. Nem, kicsim. Ő is szép, de bárcsak ő is ilyen kedves lenne, figyelmes. A lányok, nagyon szeretnék megköszönni, hogy elhívtad Freddy Prince-t, hogy fellépjen a 15. születésnapjukon. Igazán nincs mit. Rajongtok érte, igaz? Nézhetok valamit? Na hát! Kíváncsi vagyok, hogy Cinchia is szereti-e. Kit tudna szeretni? Tessék, szívem! Úgy értem, ki nem tudná szeretni ezt a fiút? Annyira jó képű. Gondolom. Na jó, nekem most mennem kell. Indulok dolgozni. Már is? Jaj, ne édesem! Annyira hiányozni fogok. Csááááá! Azt hittem, már sosem megy el. Annyi mindent kell még megszervezni. Anya, a lényeg, hogy Freddy csípje ezt a bulit, sőt, imádja, mert én meg őt imádom, és hozzá akarok menni. Tényleg? Te meg Freddy? Megőrültél, az lehetetlen. Nézd az eszedbe, kicsim, soha nem mondd, hogy lehetetlen. Az úgy van, hogy soha nem mondd, hogy soha, anya. Így is érthető volt, nem? Úgy értettem, hogy az álmainkért meg kell küzdenünk, világos? Anyátok rá a bizonyíték. Anya kislányként nagyon szegény volt. Keményen meg kellett küzdenie mindenért az életben, tudjátok? Hogy megnyerjem a Miss Piriri szépségversenyt, bele kellett nyúlnom az eredménybe. És pontosan hogyan? Megoldottam! A cég felvételi tesztje? Anya megszerezte a válaszokat, és a legjobb eredménnyel végzett, és pontosan hogyan? Megoldottam. Cezár meghódítása? Találjátok ki, hogy anya mit csinált. Úgy is kimondod. Megoldottam.
Anya mindig megtalálja a módját. Jaj, anya, én is olyan akarok lenni, mint te. Úgy biztos sikerül megszereznem Freddyt. Tényleg igazán akarod? Mert akkor meg is fogod kapni. Csak koncentrálnod kell. És én mit csináljak? Fogy le. Anya, nekem nem kell lefogynom. Teljesen átlagos a súlyom. Figyelj anyára, jó? Sose fogadd el azt, hogy átlagos vagy. Beszélek egy pszichológussal, az kell ide. Ez 3 vagy 4 rövid rezgés volt. Szerintem 2 rövid és 1 hosszú. Vagy 1 rövid, 2 hosszú. Visszajöttetek az iskola bizalmával. Mobilt használni egy dolgozathoz? Ez csalás. Mától fogva a telefonok használatát megtiltom az iskolában. Mi? Tessék! Komoly! Hogy hívom szüleiket? Ez nem lehet. Megvan az iskola száma. Továbbra is felhívhatnak bármilyen vészhelyzetben. Igen, Cynthia? De a szünetekben attól még használhatjuk, ugye? Nem. Nyugi, a szünetek a közös időtöltésre valók. Beszélgessetek egymással. Az egész a ti hibátok, ti marhák. Mégis hogy nyugodjak meg? Hogy fogok így beszélni anyával? A japán időzóna eltérés miatt csak a szünetben volt jó. 12 óra a különbség. Na ja, ha csak nem alszol, inkább te is napközben. Figyelj csak! Beszélj apukáddal, ő fontos ember. Nem az ő cége adta a sulinak azt a rengeteg számítógépet. Nem akarok beszélni vele. Tedd meg a jó ügy érdekében. Képzeld, mi ellen a mobil nélkül. Jaj, nézd meg, Andrét, teljesen maga alatt van. Jaj, Lara, felejtsd már előtt, jobbat érdemelsz. Egyáltalán nem is érdekled. Ez a szerelem, mit tehetnék? Szeresd egy kicsit inkább magadat. Ezért nem akarok hallani a fiúkról, hogy ne gulyózzak be teljesen, mint te. Szia, Rafa! Minden rendben van? Minden klaffa! Ide figyelj, kaptam egy last minute felkérést. Lenne kedved helyettem beugrani egy buliba? Komolyan? Hát persze, komolyan. És ezúttal menő lesz, ígérem. Jógázsi, profi felszerelés, lézersó. És csak éjfélig kell játszanod, így nem lesz gond azzal, hogy kiskorú vagy. Ezt el sem hiszem. És te hol lépsz fel? Egy állati jó buliban. Recifibe. Nem mondod. De, klappa, nagyon ugye? Menő. Szóval készen állsz? Mi az, hogy? Ráfa, bennem abszolút megbízhatsz. Ez a beszéd. Klaffa, nem sokára elküldöm a címet, oké? Okay? Rendben. Szia, Domingus! Képzeld, Ráfa felkért, hogy DJ-zzek helyette. Lesz rengeteg ember meg lézersó. Nem, azt még nem tudom. Később küldi csak el, de annyira izgulok. Én félni? Dehogy. Hát ilyennek ismersz, Lara. Tádam! Jó baj, szívem. Nénikém? Ez a ma este fellépő ruhám. Ennyire ijesztő? Nem annyira, csak... Miféle fellépés lesz ez? Na, meghívott egy bolíviai csapat, akik imádták a verseimet. Értették őket. Miféle kérdés ez? Felejtsd el. Na és pontosan hol lesz? Egy igazán exkluzív helyen, egy underground kaszinóban. Nénikém, a kaszinózás tilos, kimondta a törvény. Megtiltani tilos? Caetano Veloso is megénekelte. Na, tetszem. Hát nem gyönyörű? Szerintem isteni. Cynthia? Ki más lenne, apa? Mostanában olyan nehéz beszélni veled, kicsim. Ott vagy még, szívem? Igen. Mit szeretnél? Csak érdeklődöm, hogy eljössz-e az ékrekpartira. Szívem, tudom, hogy nem könnyű. És azt is, hogy hibáztam. Jó, ezt most inkább hagyjuk. Apa, van egy kis gond. Hallgatlak, kislányom. Megtiltották a suliban a mobilok használatát. Érthető. Ez... Jó ötlet. Szerinted lehet, hogy az, de nekem ez nagyon gáz. Hogy beszéljek anyával Japánban? Hát, ha akarod, én el tudom intézni. De cserébe kérlek, gyere el Giseli és Grazieli buliába. Küldtem meghívót is, megkaptad? És te nemet mondtál apádnak? Ezt nem hiszem el! Hát persze. Őrület, nem? A saját apám képes ezzel megsorolni. Mert tényleg csak ez hiányzott. Amúgy, ha akarnék, se tudnék elmenni abba a buliba. Egy másikban játszom. Hello, a nevem elvileg rajta van a listán, én vagyok a DJ. Cynthia. Apa? Ő a lányom.
Édesem. Úgy örülök, hogy végül mégis el tudtál jönni a testvéreid buliára. Szuper. Igaz, lányok? Aha. És mondd csak, hol hagytad a jelmezed? Ó, én nem tudtam, hogy ez kötelező. Kötelező? Dehogy. Inkább csak ajánlás volt, semmi más, ne butáskodj. Az a lényeg, hogy itt vagy. Igaz, lányok? Aha. Pont, ahogy mondod. Igen. Majd én segítek, gyere. Ki hitte volna, hogy ez az a buli? Talán nem tűnt fel, hogy egyezik a két cím. Képzeld, fel se tűnt, mert én nem ide készültem. Ha apám meglát DJ-zni, megöl. És hogy akarsz játszani anélkül, hogy meglátna? Figyelj, van egy ötletem, de te is kell lesz hozzá. Kicsim, merre jártál, kis szívem? Én csak körbenéztem a buliban. Nagyon szép. Ez szörnyű. Az a DJ még mindig nem ért ide. Valakinek játszania kell Freddy Prince előtt. Nyugi, a Joycey csak késik, ez minden. Joycey? Női DJ lesz. Nem tudom, én ezt hallottam. Nem kell megmagyaráznod, mert már mindent tudok. A cég, amelyik a DJ-t szokta küldeni, a nénikéje barátjáé. Rafael, ő egy igazi léhűtő. Megyek és felhívom. Köszi, életem. Ez Freddy! Ez Freddy! Itt van Freddy! 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 Én vagyok a szülinapos! És én! És főleg én! Én pedig Patricia, az ikrek anyja. A rajongód vagyok! És én is! Elég már! Főleg én! Fejezd már be! Bocsánat, mi már találkoztunk valahol, ugye? Nem hinném, ha ismernél, biztos nem felejtettél volna el. Várj, én voltam Miss Piriri még 2004-ben. Talán onnan. Kétlem. Tudod, én egy nagyvilági nő vagyok, sokan beszélnek rólam, sokat fotóznak, bárhonnan ismerhetsz. Megmutatom az öltöződet. Jaj, néniké, merre vagy, bár mindjárt kezdek. Nénikém! Megőrültél, miért nem az ajtó jöttél? Mert nem vagyok meghívva. Miért nem mondtad be az én nevemet? Ugyan már, kihinni el, hogy én vagyok Cezár 17 éves lánya. Jó. Talán ha 18 lennél, az legalább már nagykorú. Jól van, menjünk már be, elhoztál mindent. Persze, itt van minden. És kész. Nézd csak, kipapoztam a tornacsukámat. De szép lett. Halud, akkor legyen kövér, nem de? És a lényeg? Gondolod, hogy így nem ismer fel senki? Ha Superman sem ismerték fel szemüvegben, akkor hidd el, hogy ez az állarc bőven elég lesz. Mikor kezdődik már? Nagyon helyes. Már nagyon fel vagyok örülve. Bizony. Minden kitől a kapit. Az biztos. Minden kitől a szociálmáztatokat, tánc tudás. Cezár! Cezár, végre megjött a DJ. De jó, szuper. Azt az átkozott Rafaelt el sem értem. Ki van kapcsolva? Apropó átkozott. Helena, te kísérted el Cincia, drágám? Mesélj, mi újság? Az épp elég újság, hogy kedves vagy velem. Helena, szeretnék beszélni veled. A lányomról van majd szó. Majd később, Cezár, előbb hagyjuk őt ragyogni. Ragyogni hol? A buliban. Hol máshol. A mindenit ez a DJ fantasztikus, nem igaz? A DJ játszhatna egy dalt Freddy Prince-től? A tiszteletére? Biztos örülne neki! Igazatok van, lányok? Megyek és beszélek velem. Hé, te! Játsz most valamit Freddy Prince-től! Freddy Prince-től, hallod? Játsz tőle valamit! Make me happy now.
Tényleg szükség van erre, Benny? Hát persze, drága hercegem. Cuki leszel. Te is hallod? Igen, Freddy, de hadd fejezzem be. Ki a DJ? Nem tudom. Megnézem. Megőrültél? Ha így kimész, a lányok le fognak teperni. Vedd fel ezt. Úgy nem ismernek fel. Mit művel ez a DJ Freddy dalával? Ki fog akadni? Ezt az ócska DJ-t! Patricia! Anya, te is hallod, mit mivel a leendő férjem legjobb számából? Az én leendő férjem! Fejezd már be! A végén még azt fogja hinni, hogy ez az én ötletem volt! Mégis mit képzelesz? Elég egyedi a jelmezed! Minden lány hercegnőnek öltözött, te viszont szívkirálynőnek! Köszi! A cipőd is király! Haver, menj inkább visszatáncolni a többiek közé! Mindjárt, csak előbb elmondom, mennyire tetszik ez a remix abból a Freddy Prince számból. Ráfért egy kis javítás arra a nyálas dalra. Nyálas? Te talán nem csíped Freddy Prince-t? Ki nem állhatom az érzelgős zenéit? Érzelgős? Még sosem láttam olyan lányt, aki nem bírja a romantikus zenét. Az olyasmit nem bírom, ami nem valóságos. Akkor a szerelem mi? Egy illúzió. Mi? A szerelem csak egy illúzió, amivel az ilyen Freddy Prince típusú fiúk hűítik a csajokat. Dehogy is! Szerintem létezik, még a szerelem első látásra is. Beleszeretni valakibe csak az arca alapján. Van, hogy még az arcát sem kell látni. Sokszor azt, amit a szem nem lát, megérzi a szív. Nem pont fordítva? Nem minden esetben. Hé, kislány! Mégis mit képzelsz, mi? Freddy Prince is itt van ma este. Szerinted mit fog szólni, ha meghallja, hogy tönkreteszed a zenét? Tönkreteszi? De hát ez nagyon klassz. Kit érdekel? Mégis ki vagy te? Én vagyok Freddy Prince. Na hát, akkor neked tényleg van jogod kritizálni? Vagyis neked van egyedül jogod? Freddy, nem sokára éjfél, mindjárt te jössz. Megyek már! Mi a neved? Cinderella. DJ Cinderella. Cinderella. Freddy, idő van, gyere már. Mindjárt éjfél van, mennem kell. Apával bulizni, nem ébreszt bennem szép emlékeket. Miért nem? Velem sokkal boldogabb. Van egy figyelmes felesége, lányai, akik tiszteli. Lányai? Apaként tekintenek rá, és Cezár is úgy bánik velük, mintha csak a saját lányai lennének. De csak amíg finanszírozza a bulikat, mire nem? Akarsz célozni, hadd halljam!
Cezár. Ó, nagyon örülök, hogy el tudtál jönni. Hogy érzed magad? Apa, nem tudok tovább maradni. Holnap korán kell kelnem. És a koncert? Te nem szereted ezt a Freddie Prince-t? Szerintem kedveli. Biztosan. Ah, de jó. Drágám, én ezt leveszem. Jaj, nem. Egyszerűen megsülök. Édesem, de egy mindjárt jövök, jó? Kösz is, srácok! Ó, Freddie! Ó, Freddie! Szóval, minden koncerten felhívok egy lányt a színpadra, hogy táncoljon vele. És én ma egy különleges lányt választottam. Nem tudom, hogy néz ki, vagy hogy hívják, de azt már tudom, hogy ki áll magáért. És nagyon dögös a zenéje. Várom a színpadon DJ Cinderellát! Hogy kit? Eszedbe ne jusson felvenni a maszkot és oda menni. Ha megteszed, most rögtön elmondom apádnak, hogy te voltál az állarcos DJ. Vagy talán inkább búcsút mondanál a titkos életednek? Egy olyan ember, mint az apád, könnyedén elveheti a szabadságodat, és szabadság nélkül az álmod is oda lesz drága. Hallottad ezt? Cincsia! Cincsia! Tedd fel az állarcot, téged hívott a színpadra! Hé, mi ez a nagy kiabálás? Semmi szívem, az énekes felhívta a DJ-t a színpadra, de úgy tűnik már elment, igaz, Elena? Hogy? Igen, elment. Tényleg? Már elment, igen, és mi is megyünk. Kicsim, várj már szívem! Életem, hagyd csak! A fenébe, alig beszélgettünk. Inkább nézd a jó oldalát. Cincsia meg én kezdjük egyre jobban megérteni egymást. Már biztos elment, inkább folytasd. Az nem lehet, biztos hátul van. Egy perc türelmet. Egy kis türelmet. Freddie Prince mindjárt újra itt lesz veletek. Na, meg lett a szökevény hercegnőd? Csak a cipellője. Lara, az Istenért kikapcsolnád. Így nem tudok koncentrálni. Nagyon jól tudod, hogy az ösztöndíja jegyeimen múlik. Most miért vagy ilyen harapós? Azt hittem, örülsz. Nem azt mondtad, hogy milyen állati jól sikerült a tegnapi buli? De az volt. Pont ezért kell most figyelnem. Igazi DJ akarok lenni. Ez a szerelmi ügy csak egy apró akadály. Micsoda? Kiről beszélsz? Hát rólad, meg Andréról. Nem tudsz tőle koncentrálni? Dehogy. Még szép, hogy tudok koncentrálni. Az igaz, hogy csak Andréra. Az, hogy szerelmes vagy, semmilyen célban nem gátol meg. Tényleg? A nénikémnek rengeteg fiúja volt, aztán... Kicsim, Nyuszi, olyan szépen énekelt ma reggel, el sem hinnéd, bizony, drága Nyuszikám. Hát itt vagy, kutyuska, oda találtál. Lelépsz, aztán meg egész éjjel itt nyávogsz, mi? Szincsia, ne felejtsd el megetetni cicust, jó? Egyél meg minden cicus, puszi, ciao. Látod? A fiúk. Ez miattuk van. Freddie Prince! Már tudom, hogy honnan ismerem. Felléptünk itt úgy... 2 éve. Tényleg? Igen, de az a parti... nem ért túl jó véget. Ezzel vitatkoznék, látod? Annyira, hogy most már itt lakom. Én, Cezár és a lányaim. És minek köszönhetem a látogatásodat? Tudja... szeretném tudni, hogy ki volt az a DJ, aki előttem játszott. Imádtam őt. Gyere velem. Ezt nézd. Ő volt a DJ, a lányom, Grazieli. Vele találkoztam, miután megérkeztem. Csinos. De a színpadon egész másnak tűnt. Állarcban volt, nem? Igen, hogyne. Bocsánat, nem akarok bolondnak tűnni, de tudja...
Ott a színpadon valami nagyon furcsa dolgot éreztem iránta. Minden tisztelettel. Ó, tudom. Tudom, a szerelem valóban nagyon furcsa dolog. Nézd, én, mint az anyja, támogatom, tudod? Jó parti egy ilyen jól fizetett énekes, vagyis jól öltözött, és még romantikus is. Akárcsak grazéli. Nekem egyáltalán nem tűnt annak. Igaz, egy kicsit csintalan, néha elég rideg. Folyamatosan veszekszünk. El is mondom, hogy miért. Az az álma, hogy DJ legyen. A mostoha apja nem akarja, de én teljes mértékben támogatom. Ezért mondtam neki, hogy DJ-zzen álarcban, hogy az apja ne ismerje fel, érted? De szegény ettől nagyon ideges lett. Akkor talán láthatnám a lányát? Áj, most nincs itt, milyen kár. De várj, szervezünk kettőtöknek egy találkozót, rendben? Nem itt, a mostoha apja miatt. Akkor hol? És mikor? Hé, lassíts, szép fiú, bízz csak rám. Megoldom valahogy, ebben jó vagyok. Ne már, Szincsiá, maradjunk itt még egy kicsit. Inkább menjünk, minek bámuljam a hülye fiúkat? André, annyira ügyes. Te vagy a legjobb! Azt látom. Mi újság, lányok? Tetszik a meccs? Nincsenek rá szavak. Figyelj, van egy állati jó programom nektek ma estére. Szereztem belépőket a Midnight Clubba. Azta! Köszönöm a meghívást, André. Lara, ez a hajó elúszott. Már mondta? Ja, de hajók csak jönnek, mennek, elúsznak, kikötnek. Lara, én szívesen mennék. Bírom a DJ-t, aki ott játszik, de... De egyedül nem mehet. De ha négyen mennénk, akkor igent mondana. Igaz, ugye? Inkább nem. Gyertek értünk mondjuk este hétre. Meg is beszéltük. Hétkor ott leszünk, Szincsia. Puszi, szépségei. Köszi, Szincsia! Köszi, hogy igen mondtál! Jaj, Lara, annyira vak. De nem tudtam kibújni alóla. El kell mennem velük. Másfelől viszont ez tényleg egy nagyon menő klub. Mindenki ott lesz, és a legjobb DJ-k játszanak. Nénikém. Elena néni. Van ott valaki? Minden oké? Rafa hívott, hogy inkább mégsem menjek utána Recifibe. Ez olyan furcsa. Mindig elkísérem. Az is lehet, hogy csak sok dolga van. Nem tudom. Rólam sosem mond le. Most vajon hol játszik? Bárcsak itt játszhatnék! És ha én azt mondanám, hogy ez a klub az apámé, mit mondanál? Hogy hazudsz! Ismerem az apádat és a tulajt is! Én valóra váltanám az álmodat, akkor is, ha hazudnom kell! Ezt inkább nem is hallottam, oké? Még szép, hogy izgulok belé. Ma este végre találkozom a hercegnőmmel. Nyugi, haver! Van, amikor a romantikából is sok, és te közel jársz hozzá. Várj csak ki a végét, jó? Jó. Hozok egy limonádét. André, nem táncolunk? Nem, most inkább nem. Értem. Csak azért, mert rossz táncos vagyok? Nem, most nincs kedvem. Táncolni? Akkor beszélgessünk, azt én is akarok. Nem, nincs kedvem semmihez. Oké, akkor nem csinálok veled semmit. Olyan gyönyörű mosolyod van, tudsz róla? Lara, figyelj csak. Vegyél valamit inni, aztán mindjárt jövök én is, oké? Két limonádét kérek szépen. A parancsolj. Köszi. Bocsáss meg, ne haragudj, hozok egy másikat. Egy pillanat, ugye te vagy Belinja a netről, imádom a csatornádat. Hű, komolyan. Egy rajongó, mondd csak, hogy hívnak. Lara. Örvendek. Én is, Lara. Szóval mondd csak, bírod, amikor a korunkbeli lányok önértékelés hiányáról beszélek? Meg az önbecsülésről? Hát persze! Teljesen egyetértek. Sőt, neked, mint közszereplőnek az a dolgod, hogy felnyisd a szemünket. Ezt jó tudni. Ne haragudj, de véletlenül meghallottam, amikor azzal a sráccal beszéltél az előbb. Ő ott André. Imádom őt. És legbelül tudom, hogy ő is szeret engem. Jó, de legbelül te is szereted magadat? Nem értem. Dehogy nem, csak... Mindegy, ez csak egy tipp volt. Szóval egy vagy két üdítőt kérsz. Kettőt, légy szíves. Kettőt. Nézd csak, kit hoztam magammal. Ti egymásnak lettetek teremtve, ez egészen biztos. Tűnésénen Zsizeli, ne is sétálj egyet. Szóval te voltál.
A buli óta egyszerűen nem tudlak kiverni a fejemből. Oh, igen, én sem. Én vagyok a legnagyobb rajongód. Akkor mégsem gondolsz nyálasnak. Miféle idióta mondana ilyet? Te. Mármint rajtam kívül nyilván, de én csak játszottam az agyamat. Tényleg nagyon bírlak. Nincs térképed? Térkép? Minek neked térkép, haver? Mert elvesztem a pillantásodban. Milyen kreatív. Állatira. Mesélj még magadról. Hogy érted? Hát mondjuk, hogy mit szerelsz ilyesmi. Ez könnyű. Téged például imádlak. A legnagyobb rajongód vagyok. Tudtad, hogy benne vagyok egy szerb donor kampányban? Komolyan? Ez menő. Na hát, meglettél. Akkor mit mondasz? Megkaphatom a szívedet? Baby, nincs izomlázad. Csak mert egész álló nap te jársz a fejemben. Jaj, ne. Ez már túl sok. Bocsáss meg. Figyelj, biztos, hogy te voltál a DJ azon a bulin. Én voltam. Én vagyok, és az is maradok, amit csak akarsz. Én vagyok a legnagyobb rajongód. Szia. Hogy vagy? Van térképed? Térkép? Mert teljesen elvesztem a pillantásodban. Na hát, milyen eredeti? Tetszik? Megbocsátasz egy másodpercre. Itt valami nem stimmel, ez nem ő? Anya, nem működik! Mit csináljak? Menj oda, és csókold meg szépen! Jaj, ne, már megint! Az üdítő, amit André kért. Egyébként meg hova tűnt? Lara, könyörgök, most menjünk innen. Ezt meg miért csináltad? Mert én vagyok a legnagyobb rajongód. Ez nem lehet! Nem lehet, hogy nem hitt el, hogy én vagyok az! Mert nem is te vagy az, te hülye! De én vagyok, te irigy kutya! Egy frász! Csend legyen! Itt senki sem valaki, csak az anyátok. Kicsikém, ígérem, kitalálunk valamit, jó? Elérjük, hogy Freddy Prince azt higgye, hogy te vagy az imádott DJ-je, jó? Még nem tudom hogyan, de kitalálok valamit. Nem lehetek Freddyben belehalok! Ó, ezt írásba is adnád, kérlek! Elég. Ígérem, hogy a tiéd lesz az a fiú, jó? És ezt akár írásba is adom. Szerintem ő volt az, Freddy. Gondolj bele. Ő volt a szülinapos, ő akart lenni a DJ anélkül, hogy a szülei észrevennék. Ezért viselt állarcot. Szerintem ez logikus. Vagy talán olyan rosszul csókol. Nem, dehogy is csak. Biztos akarok lenni benne, hogy ő az. Érted? De hogy tudhatnám biztosra? Azzal a módszerrel, ahogyan a herceg is kiderítette, hogy ki lehet hamupipőke. Perdido em distração, sentindo a brisa soprar um nome que eu não posso entender. Imagina só você. Rafa, hát visszajöttél. Milyen volt? Klafa. Viszont én elmegyek. Mármint végleg. Elköszönni jöttem. Micsoda? Te és Elena néni. Az, amire gondolok. Viszont van egy elképesztő hírem is. Szerveztem neked egy koncertet a Midnight Clubba. Most viccelsz? Úristen, Rafa! Hogy hálálhatnám meg? Ez szuperül mutat majd az életrajzomban az ösztöndíjhoz. Ugye már nem haragszol, hogy elküldtelek az apád bulijába? Hiba volt, sajnálom. Eszembe sem jutott. Tudod, néha eléggé... Kába vagy, aha. Inkább elfoglalt. Persze, a kábában is van valami. Vigyázol rá helyettem? Háló? Háló, Rafael. Nem ismersz engem, az én nevem Clara. Klafa? Nem Klafa, hanem Clara. Mindegy. A minap voltam egy buliban a lányommal, és egyszerűen oda volt a DJ-ért. A házigazda adta meg nekem a telefonszámodat. Klafa? Nem Klafa, picinyel, mondom, hogy Clara. Mindegy. Elárulnád nekem, hogy hol lép fel legközelebb ez a bizonyos DJ? Cynthia?
Jól nyomja, mi? A jövő héttől kezdve a Midnight Clubban fog játszani. De sajnos már nem sokáig. Miért? Mert ő a legjobb, és Londonba utazik tanulni. Úgyhogy utána már csak ott csípheti el. Klafa? Több, mint Klafa picinye? Már-már király, sőt egészen elképesztő. London, mi? Mesélj csak erről egy kicsit. Jaj, milyen édes kutyus. Rafa belefáradt. Mindig is komoly kapcsolatot akart velem, de én nem hagytam. Biztos talált magának valaki mást. Ennyi várakozás egy szerelmesnek is sok. Jaj, ne, nénikém, ne mondd ezt. Őt tőle kaptad? Igen. És mivel az állataimat mindig a pasikról nevezem el, őt úgy fogják hívni, hogy... DJ, arról mindig Rafa jutna eszedbe. Nekem jobb ötletem van. Szerelem. A szerelem. Mindenki, aki egy kicsit is ismer, tudja, hogy a szerelem az én iránytűm. Ezért vagyok most itt, a gyerekkori barátom Belinya vlogjában, hogy megüzenjem. DJ Cinderella. Még elköszönni sem volt időm. Tényleg eltűntél, amikor 12-t ütött az óra. Remélem, meghallgattad a zenémet, és tetszett is. Ahogy nekem is a tiéd. Megtaláltam az egyik üvegcipellődet. De csak személyesen kapod vissza. Ha elhozod nekem a párját. 7-én, délután 2-kor, a Rokkastélyban. Ahol megismerkedtünk. Azonnal vald be, hogy te vagy DJ Cinderella. Ssss, ne kiabálj! Úristen, pedig ordítanék a méregtől! A legjobb barátnőm Freddy Prince-szel jár, és én nem is tudom! Dehogy járunk, megörültél? Azt se tudja, hogy ki vagyok. Látom valakivel csókolózni. Várj már, ennek semmi értelme. Ha mással lenne, nem töltene fel ilyen videót. Az arcára van írva. André is ugyanilyen képet vág, amikor engem bámult esi órán. Tényleg? Ezzel a maradék két tejeimet is eloszlattad. Ide hallgass, senkinek nem mesélhetsz erről, mert különben... Különben mi lesz, te jég királynő? Azt hazudom Andrénak, hogy fogköved van. De gonosz vagy! Cincsia, válthatnánk néhány szót? Nemrég beszéltem édesapáddal. Jaj, kicsim, el sem hiszem, hogy apád tényleg megtette ezt, érted? Annyira örülök, anya! Csak a kedvemért kivételt tettek, viszont a többiek nem tudhatnak róla. Hát ez remek, szívem. Figyelj, arról, amit a múltkor mondtál. Szerintem szuper, hogy küzdesz az álmaidért, tényleg. De ettől még ne zárkózz el a szerelemtől. De anya, a szerelem csak fájdalmat okoz. Minek kockáztatni? A szerelemben mindig van kockázat, de már elég idős vagy, hogy kipróbáld. Csak azért, mert apáddal tönkrement a házasságunk, attól még nem bántam meg. A mi szerelmünknek rengeteg mindent köszönhetek, és te vagy a legfontosabb. Megőrültél? Meg akarsz ölni? Ne túlózz, nem vagyok én holmi mesebeli boszorka. Békével jöttem. Fehér zászlóval. Beszélhetnénk? Kérlek, Cincsia, ne kezelj engem ellenségként, jó? Kérlek, már 2 éve ezt csinálod. Mert megvan rá az okom. Igen, akár csak nekem. De most nem ez a lényeg, hanem az, hogy én segíthetek neked. De ugyanúgy előfordulhat, hogy véletlenül elkotyogom apádnak, hogy egy éjszakai klubban lépsz fel. Te honnan tudsz erről? Megoldottam. Amúgy számít bármit is, hogy én tudom-e? Nem. Viszont ha apád megtudja... És nyilván neked jól jönne, ha ő megtudná. Nem, sőt, talán a végén még bele is egyezne. Apa sose engedné meg, hogy én DJ legyek. Azt sem hitted, hogy valaha elválik anyádtól, vagy hogy engedi, hogy ide költözz. Látod, már mennyi hatalma van egy nőnek egy szerelmes férfi felett? Hová akarsz kiukadni, Patricia? Nekem a családom a legfontosabb. Békét akarok, Cincsia. Ha hiszed, ha nem, neked is. És segíthetek elérni. Persze, ennek a békének meg lenne az ára. Tudtam. Add nekem a cipőt, amit a szülinapi bulin viseltél. Már mindent értek. Azt akarod, hogy Grazieli beadhassa, hogy ő volt a DJ. Sosem tudtalak elviselni, ugye tudod? De nem hittem, hogy ennyire okos vagy. Viszont sajnos Grazielinek nincs ennyi sütnivalója. Ez a fiú élete nagy lehetősége. Hogy?
És legyünk őszinték, hozzád egyáltalán nem illik. Azt még nem tudhatjuk. Ugyan. Dehogy is nem, hogy ne. Mégis mihez kezdene veled egy énekes fiú, Cinchia? Csak meggátolnád, hogy elérje a céljait. Mert ezt teszi velünk a szerelem, drágám. Elvakít. Vagy talán nem tanultál anyád példájából? Ezt akartad, nem? Mondtam én, hogy okos vagy. Most már előbújhatsz onnan, Elena. Én elmentem. Húzd is el a csíkot, te keselyű! Gyere csak ide! Rosszul hallottam, vagy tényleg megkapta a cipőt? Egy másik cipőt adtam oda neki. Szóval ma este nyugiban felléphetsz, miközben senki sem zsarol, holnap pedig talán még esélyed is lehet annál a szép fiúnál. Ez ám a szép húzás, kisanyám! Nem is tudom, igazából nem az én ötletem volt. Hát akkor kié? Szerelemé. Jaj, te kis édes, gyere ide! Az a DJ fiatalkorú! Én vagyok az apja! És követelem, hogy most azonnal szedjék le onnan! Apa, ne csináld, kérlek! Ne is próbálkozz, picinyem! Gyerünk! Nem dolgozhatsz éjszakai klubokban, mint valami prostituált. Ezt is attól a lökött nényétől, meg a bolond pasiától tanulta. Hát még szép. Úgyhogy mostantól velünk laksz, világos? Ha erre kényszerítesz, akkor inkább megszököm. Próbáld csak meg. De akkor feljelentem Elena nénédet, meg Rafaelt, és börtönbe kerülnek gyermek kizsákmányolásért. Ezt akarod? He? Ez lesz mától az új szobád, Cinchia. Igen, ráférne a felújítás, de nyugi, Patricia majd elintézi. Még szép. Kicsim, ha hiszed, ha nem, nagyon örülök, hogy újra itt vagy. Mostantól ismét lesz rendes apukád. Mikor is utazol el? Holnap reggel. De nem sokáig. Mármint... Na, mindegy. Ágy nem ő a szekrényben. Miért csináltad ezt, Patricia? Nem azért, hogy ide költöztessen, elhiheted. Elszámítottam magam. Megesik? Akkor miért szóltál neki a klubról? Hogy véletlenül se találkozz Freddyvel. Túl makacs voltál, kislány. Tudtam, hogy találkozol vele. De holnap meg fogom győzni, hogy Grazieli volt az az álarcos DJ. Mindent elmondok apámnak, és ő nekem fog hinni, majd meglátod. És ha fogadnánk, igen, fogadjunk, hogy ki az erősebb. Legyen mondjuk kétre áll. Na, mit mondasz? Akarsz fogadni? Mit művelsz, Ájle? Cezár! Cezár! Ne add is már, megőrültél! Mi a fenét művelsz? Ezt nem hiszem el! Mi a fene folyik itt? Cezár! Mi ez az egész? Csak megkérdeztem Cinchiát, hívhatom-e a kislányomnak? Csak ennyit akartam. Még egy kislányt erre rám támad. Dehogy támadtam rá! Én nem csináltam semmit! Csendet! Kérj tőle bocsánatot! Soha! Kislányom, most túl messzire mentél. Szobafogságot kapsz. Mostantól csak iskolába mehetsz. Egészen az érettségig. Te dög. Psz. Jössz nekem két reállal. Figyelem! Emberek, ho! Figyelem! Fredisták, Freddy bogyók, Fredinkák! Egy kis csendet! Szóval Freddy, odabent nézi ezt a bejelentkezést, és amint sikerül beazonosítania az igazi cipőt, személyesen viszem be hozzá a hercegnőt, rendben?
menj előre! Srácok, itt lassan tömegpánik lesz. Ne tolakodjon már, asszonyom! Nekem előjogom van. Előre kell engednie, értse meg! Ha a herceg még kételkedne, itt a bizonyíték, hogy a lányom volt a DJ. Jöjjön. Gyere, kicsim. Drágáim, ez a nő volt a házigazda a buliban, ahol Freddy megismerte az állarcos DJ-t. Ha valaki tudja, hogy ki is ő, akkor ez a nő biztosan, úgyhogy ne haragudjatok, de őt előre kell engednem, nyugalom. De mi már órák óta várunk. Menjünk be. Csak egy perc. Végre eljött az igazság pillanata. Nézd, azok után, hogy kételkedtél abban, hogy a lányom igazat mond, de gondolkoztam, hogy idehozzam-e, és kitegyem-e még egyszer ennek az egésznek. De látva, milyen szerelmes, megenyhültem, és úgy döntöttem, hogy megérdemelsz egy második esélyt. Tessék. Na most figyeljetek. Ugye ez csak egy vicc? Ezt hogy érted? Ez az a cipő. Nem, ez nem az. Dehogy is nem, fiacskám, én szerveztem a bulit, csak tudom. Ez bizony bukta. Gyerünk, mondd meg neki, kicsim. Freddy, én rajongok, érted? Jó, elég. Jó, lehet, hogy tévedtem. Annyi cipője van, hogy el sem hinnéd. Amúgy meg mi ez a cipőfétis, fiacskám, most komolyan? Grazieli egy csodálatos kislány. Úgy énekel, mint egy fülemüle. Énekelj neki, gyerünk. Hogyha megtalállak egy szép napon, az csak a véletlen műve lehet majd. Jézus Úristen. És a sorsunk rögtön más lesz már. Csak jöjj velem, majd azt mondom, jó van, reggelt, elég. Köszönöm, jó van. Bocsáss meg, te én. Tudom, a legnagyobb rajongom, megértettem. Én mindig a szerelemről énekelek, és habár elítélem azt, amit tettél, már tudom, milyen érzés lehet a szerelem, és téged is jobban megértelek. Milyen édes. Elég, Grazieli. Gyere, kicsim. Gyere már. Ne haragudj, de meg kell találnom a hercegnőmet. Freddy, ezt még megbánod. Hoppá. Hogy tanya, ennek vége? Legfeljebb neked. Számomra most kezdődik. A bosszú hidegen tálalva a legjobb. Hát igen, így is lesz. Azt a srácok, mi volt ez? Mit szólsz, Freddy? Nem jött el. Cincsia, ezt kap ki! André elhívott a végzős bálba. Na, mit jelent ez? Hogy már nem maradt más. Nem, hanem hogy ő is szeret. Mindig is tudtam. Ó, hát akkor gratulálok. Mi van veled? Fel a fejjel! Láttam Belinya csatornáján, hogy Freddy turnézni megy, és jó ideig haza sem jön. És most ettől legyek boldogabb? Nem! Mielőtt elmegy, ad egy utolsó koncertet, mégpedig a mi bankettünkön. Szóval te is kapsz egy utolsó esélyt. Komolyan beszélsz? A lehető legkomolyabban. Mondjuk én a helyedben nem várnék a bálig, megkeresném és tisztáznék mindent. Csak hogy sajna szobafogságban vagyok. A sulin kívül minden tilos, a mobilomat is elvették. De legalább láthattam Patricia arcát, amikor átadta a kamucipőt. És? Gondolod, hogy ő ilyen könnyedén feladja? Na, fogadjunk, hogy most is sántikál valamiben. Ugyan? Mit tehetne még ellenem? Halló? Üdvözlöm, hogy van? Tényleg? Bizony, Cezár cége úgy döntött, hogy szeretné újabb számítógépekkel támogatni az iskolát. Igen, szerintem is fantasztikus. Mondja, mikor küldhetem a technikust, hogy telepítse a szoftvert? Mindjárt meg is vagyok. Hát ez nagyszerű. Megbocsátana egy percre? Hogyne. Köszönöm. Halló, Patricia asszony? Minden rendben. Most már hozzáfér az iskolai rendszerhez. Nagyszerű. A fenébe, kislányom! Mit akarsz? Semmit. Csak szólni akartam, hogy megérkezett apa. Oké. Tess. Úgy
hogy elmennék a végzősök bájára. De hát az a végzősöknek szól. Meg a családjuknak. Elkísérhetnénk Szincsiát, nem? De tudod, hogy büntetésben vagyok. Cezár, életem. Szincsia olyan jól viselkedett. Az ő bankettje, ott a helye. Na de nincs is semmi, amit felvegyek. A cuccaim nagy része ellen a néninél maradt. Akkor is ott a helyed. Ez a te bálod, kicsim. De nem akarom, hogy a néni kéthez menj, viszont felhívhatunk egy ruhaboltot. Mit gondolsz? Persze, ide hívunk valakit, és majd választasz egyet. Uh-huh. El sem hiszem, hogy a kislányom leérettségizik. És hol akarsz tovább tanulni? Hm? Köszönöm. Nézd, apa. Az egyik legjobb tanuló vagyok a suliban. És a jegyeim kellően jók ahhoz, hogy megpályázzak egy londoni ösztöndíjat. Tényleg? És mégis milyen szakra készülsz? Zenei menedzsmentre. DJ akarok lenni, apa. Jaj, édesem. DJ? Apa, DJ-zni nem jelent egyet az éjszakázással. A DJ-k sokszor producerek is, akik zenét szereznek. És szerinted meg lehet élni ebből? Miért ne? Sokan megteszik. Ez az én álmom. Előbb a vizsga, és aztán majd megbeszéljük. Jó? Ez nagyon tetszik, apa. Szép is, kicsi. Valóban gyönyörű. Talán egy kicsit fakó. Persze a fekete mindennel jól mutat. Viszont egy kicsit gyűrött. Ne vasaljam ki? Ne, majd én megcsinálom. Komolyan? Az iskola egyik legjobb diákja? Hát ez nagyszerű. Ebben legalább jó, nem igaz? Aj, ezt annyira jó hallani, Cezár. Mi lenne, ha megnéznénk a jegyeit a naplóban? Később, drágám, később. Én csak büszke akarok lenni a mostoha lányomra. Zsizeli, gyere ide! Most! Szólj az ostoba nővérednek, Cezár beszélni akar vele. Cynthia, apa fent vár! Tényleg kerestél, apa? Nem, kicsim. Ó, dehogy is nem, Cezár. Meg akartuk nézni Cynthia jegyeit a naplóban, nincs igazam? Á, a bizonyítvány még nincs. Tényleg? Szerintem igen. Alig várom, hogy lássam a lányokét is. Aggódom Zsizeli miatt. Itt is van, lássuk csak. Hát ez meg mi? Két tárgyból is meg fogsz bukni. Viccelsz, apa? Szuperek a jegyeim, én csak tudom. Szuperek? Földrajzból hármas, történelemből meg kettes. No hát, nem tudom, mit tartasz te szupernek. De ez lehetetlen. Minden világos. Nehéz lehet neki napközben tanulni, éjjel meg dolgozni. Ezek itt nem az én jegyeim. Elég a hazudozásból, Cynthia. De... Épp elég csalódás megtudni a bankett napján, hogy a lányom évet fog ismételni. Apa, én nem hazudozom. Tényleg? Akkor Szerzen, ez itt mi? Meg. Biztosan csak a bankett után akarta elmondani. Nem! Hát éppen ez az! Csak a bulin jár az eszed. El lettél kényeztetve. De ennek a hercegnő életnek most vége. Tűz van! Ó, ne a ruhám! Te beteg vagy, kezeltesd magad! Én? Mi közöm nekem ehhez? Látod, Cezár? Látod, hogy beszél? Kicsim, elég legyen! Megőrültél? Hiszen Patricia egész végig velünk biztosan volt. Biztosan megkapcsolva hagytad a vasalót. Te aljas vipera, hazug dög, esküszöm meg! Kislányom, elég ebből! Mi van veled? Na, gyere velem! Apa, kérlek! Hinned kell nekem, könyörgök! Az utóbbi időben rád se ismerek! Azért, mert egyáltalán nem is ismersz, apa! Maradsz a szobafogságban! Mi? Én elmegyek a bálba, különben az ikrek csalódottak lesznek. De utána számolok veled. Készülj fel! Lelki furdalás nélkül tönkretetted Grazieli álmát. Lehettél volna nagy lelkűbb is. Hm? Odaadtál egy másik cipőt, és azt hitted nyertél, mi? Eljött a bosszú ideje. Aj, André, vedd már fel. Thank you.
Vedd fel, kérlek. Halló. Cincia, beszélnem kell Cinciával. Te meg ki vagy? Micsoda illetlenség telefonon zargatni másokat? Kérem szépen, beszélnem kell a barátnőmmel. Cincia sajnos határozatlan ideig szobafogságban van, drágám, úgyhogy ideje más barátnő után nézni, jó? Puszi. Még ilyenkor is ránk akarnak sózni mindent, hallatlan. És megvetted? Dehogy vettem. Perdido em distração, sentindo a brisa soprar um nome que eu não posso entender. Nagyon hiányozni fogsz, ha tényleg elmész turnézni. Én már alig várom. De nem tudom kivárni a fejemből DJ Cinderellát. Piszok nehéz. Nézd, Freddy, őszintén. Ideje szembenézni a tényekkel. Talán azért nem jelentkezik, mert... Fincsia! Nénikém! Nénikém, zárva van az ajtó! Itt vagyok a hátad mögött, inkább gyere ide és segíts már! Tempósabban, DJ! Ez az! Jól van! Megmentelek, a barátnőt hívott, el kell menned a babába, ha törik, ha szakad. Hogyan? Nincs is ruhám. Á, de szerencsére itt a tündérkeresztanyád, aki erre is gondolt. Íme az estély ruhád. Ezt vegyem fel. Ez van, úgyhogy ezt kell szeretni. Nénikém, ezt a ruhát utoljára 2 évvel ezelőtt viseltem a szüleim évfordulós partiján. Tudod, mit jelent ez? Lehet, hogy dohos? Nincs is olyan rossz szaga. Nem, én hülye akkor még hittem a szerelemben. Szerinted azok után, ami történt, képes lennék hercegnőnek öltözni és egy fiú után rohan... Azt csinálsz, amit csak akarsz. A kérdés itt az, hogy mit akarsz? Cincia! De gyönyörű vagy! Köszönöm! Hé, és az állarcod? Itt van az állarc és a cipő is, minden, ami elválaszt és összeköt azzal a sráccal. Nem fogok hazudni, rengeteg a biztonsági ember, nem lehet bejutni az öltözőjébe. És ha beállok a pultba, ha DJ-zek, azt meghallja. Ez remek ötlet! Ja, neked legalább még maradt valami reményed. Jaj, Lara, te hogy vagy? Semmi, csak gyűlölöm Camilla Abranchest. Lenyúlta előlem Andrét. De ezért miért talán kell gyűlölnöd? André hívott el téged a bálba. Elég, ma nem gyűlölünk senkit, ma csak táncolni szabad és bulizni. Illetve a mi esetünkben, drágám, megfeledkezni a férfiakról. Egy pillanat, az ott Rafa. Egy másik nővel. Utána megyek. Menj csak. Ez mindennek a teteje. Elena? Na ide hallgass, te ökör! Én férfiak nélkül is teljes életet éltem, aztán jöttél te, meg a szerelem nevű kutyád, és mindent tönkretettél! Tessék! Igen, hibáztam, aláírom, így mutattam ki, hogy szeretlek, te viszont ahelyett, hogy próbáltál volna megérteni, inkább lecseréltél valaki másra, de én ezt nem fogom annyiban hagyni! Jó, figyelj, drágaságom, ez Scoobies meg Stevie, hát ha megérted! Világos? Vagy felpofozzalak a cipőmmel, hogy végre felfogd? Elena! Te ringyó! Hordd el magad, nem hallod? Ő az enyém! Elena! Nyugi! Nincs is másik nő. Igen? Akkor ő ki volt? Nem tudom, még sosem látta. Ó, szegény lány! Hé, ne haragudj! Rafa, szeretlek. Gyere vissza. Mi egyebet tehetnék, ha én is szeretlek? Annyira jó, hogy kibékültetek. Cincia! Tetszik az állarcod. Most pedig vedd át a pultot, mint DJ Cinderella, és szerezd meg azt a herceget, jó? Hogy micsoda? Nem értek semmit. Később elmondom, add át a helyet, gyere, gyere, nyomás! Most hagyjuk.
Bent lakásos iskolába kell küldeni. Úgy végre nem lehetne rá olyan rettenetes hatással sem a nénikéje, sem az a Rafael. Nem. Sziasztok! Tudom. Bemutatom nektek Diego-t. Örvendek, Diego. Jó. Egy pillanat. Mindjárt jövök. Csak én látom, így vagy ti ketten. Anya, még csak ismerkedünk. Na és gazdag? Híres? Vagy ilyesmi? Csak egy átlagos rá. Mi mást is várhattam volna tőled. Az egyik senki vonza a másikat. Anya! Az igazság fáj, de megerősít, kicsim. Menjünk, Diego. Anya! Megint azt a borzasztó Freddy remixet játsszák! Azt hittem, sosem látlak újra. Freddy! Én találkozni akartam veled. Láttam a videódat a neten. Mármint én nem követlek, de Lara barátom igenis. Nem kell magyarázkodnod. Egyértelművé tetted. Mondtad, hogy nem bírod Freddy Prince-t, hogy nem szereted a nyálas zenéket, meg hogy a szerelem illúzió. Igazad volt? Én is csak képzelődtem. Nem, ez nem igaz. Az egészet félreérted. Tudod, én hittem benne, hogy egy nap találok valakit, akinek tényleg fontos vagyok. Akinek nem számít a nevem vagy a hírnév. Aztán... amikor végre megtaláltam, amit kerestem, te nem érezted azt, amit én. Ez nem igaz. Kérlek, hallgass meg. Felejtsd el. Már vége. Nem csinálok hülyét magamból. Drágáim, jó darabig ez az utolsó lehetőségetek, hogy idehaza hallhassátok Freddy Prince-t élőben, úgyhogy átadom nektek az egyetlen, az eredeti, a megismételhetetlen Freddy Prince-t! Num acaso cheio de perigo, o destino vai se revelar. Vem comigo. Ne, 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 várj, lőjünk még egy szelfit, egy csukkosat, gyere. Tudod mit? Inkább mégis megnézem Freddy. Ugyan, én ki nem állhatom. Tudod, én meg ki nem állhatom az olyan unalmas figurákat, mint te, André. Ha megbocsátasz. Szia, Lara. Figyelj, hiba volt felültetni téged. A jó hír az, hogy van egy üres edés, úgyhogy ha velem akarsz lenni, itt vagyok. Ez most komoly, André? Nem leszek a következő név a kis listádon. Inkább lennél egyedül. Ki mondta, hogy egyedül van? Belinja a netről? Személyesen 2 millió követővel a hátam mögött. Bántott téged ez a srác? Nem, már egyáltalán nem bánt. Mert ez a hajó elúszott. Annyira büszke vagyok rád, kislány. Ez igazán szép volt. Idióta. Micsoda képet vágott? Bárcsak csinálhattam volna róla egy fotót. Á, ez te vagy. Várj csak, ezt a lányt ismerem valahonnan. Az a Cincia, a legjobb barátnőm. Képzeld, ő volt az előbb a DJ, csak nem látszott az arca, mert maszkot viselt. Freddy, Freddy, figyelj! Rájöttem, hogy ki is a kis hercegnőd. Kár, hogy ő nem akar tőlem semmit. Ó, miért ilyen hülyék a fiúk? Már mindent tudok, figyelj! Cincia! Cincia! Te meg hová rohansz? Ugye nem akarsz lelépni csak úgy? Semmi keresnivalóm sincs itt. Ha az apám meglát, az életem maga lesz a pokol. Nem, nem, most nem mehetsz el. Minden koncerten felhívok valakit a színpadra, viszont sajnos az a lány, akivel ma este táncolnék, furcsa módon valamiért folyton eltűnik. Úristen, annyira izgulok! Egészen máig a nevét sem tudtam. Azt sem tudtam, hogy milyen az arca, vagyis... azt hittem, hogy még sosem láttam, de rájöttem, hogy... erről az arcról álmodoztam évek óta. Fel kell menned hozzá! Nem lehet, apám úgyhogy nem tudhatja meg! Most azt kérem, hogy tisztelj meg engem ezzel a tánccal. Cincia Dorella. Na most már késő. Thank you.
nem is fog táncolni. Én vagyok Cynthia mostoha anyja, és nem engedtük meg neki, hogy itt legyen. Vedd le a kezed Cynthiáról! Anya! Ezt el sem hiszem. Kicsim, megkértem a nénikédet, hogy tarts a titokban. Meg akartalak lepni a banketteden. Én vagyok az anyja. Megengedem, hogy itt legyen. Anna, drágám, bocs, hogy tönkreteszem a nagy pillanatot, de Cynthia sajnos megbukott, és Cezár azért ítélte szobafogságra, mert évet kell ismételnie, igaz? Az nem lehet. De hát ő az osztály első. Cezár, ez igaz? Nagyon sajnálom, de sajnos így van. Anya, vald be! Te írtad át Cynthia jegyeit. Láttam, ahogy beléptél az iskolai rendszerbe. Ez igaz, Patricia? Ez a kislány bolond, hisz tudod. Áruló, hogy képzeled? Sajnálom, anya. Az igazság fáj, de megerősít, nem igaz? Emberek, Cynthiát a jegyei egyértelműen feljogosítják, hogy itt legyen. Faltatódhat a buli, ezzel pedig majd később foglalkozunk, oké? Okay? Szívem, meg tudom magyarázni. Cezár, mondtam, hogy nem teljesen komplet. Innen megbeszéljük. Nekem hiszel vagy a fülednek. Táncolj. Menj. Szóval te voltál. Perdido em distração, sentindo a brisa soprar um nome que eu não posso entender. Imagina só você. Procuro a primeira pista, encontro só este tom. Espero alguma sílaba, mas nada feito. Só ouço a brisa. Amor à primeira vista, o sonho me despertou. O seu coração é meu som. Amor à primeira vista, o seu coração é kezdődött a mi történetünk, srácok. És a miénkkel együtt új történetek is elindultak. Szép! Giseli rengeteget változott. Úgy kéne hívni, hogy Mary, szépségem. Miért mond Mary? Mary ilyen csodálatos vagy. Viszont Grazieli, ő egy cseppet sem változott. Randizni akarsz vele? Hiszen korábban rám sem néztél. Ó, de akkor még nem voltál ilyen híres youtuber, de most a legnagyobb rajongód vagy. Értem. Hé, hey, lányok! Nem akar valamelyik kötök randizni velem? Látod, már elkéstél, ez a hajó elúszott. Ez az én szövegem. Te meg mi a fenét akarsz? Csak egy esélyt. Mi kell ahhoz, hogy végre észrevegyél? A siker, ami neked nincs, úgyhogy kopj le! Elena néni és Rafa nagyon boldogok, és a kutyusuknak, szerelemnek kiskutyái lettek. Nekem megetetni szerelmet, és megetetni szenvedélyt és boldogságot. Ha, úgy lesz életem szerelme. És Patricia? A lányai végül apával maradtak, ő pedig visszament az anyjához, Piriribe. Ó, anyuci, ezt nézd! Kitakarítottam mindent a kedvedért. Mit akarsz ezzel? Mi ez a nye-nye-nye? Terem, azt mondtam. Növeld meg a zseppénzemet, ne legyél ilyen szűk markú, én többet érdemlek. Talán ezt mondtam? Hát meg ne próbáld, mert nem adok neked egy kanyi vasat sem! Most pedig eredj, pucold ki a fürdőszobát, mert a WC már megint eldugult. Ömlik belőle a... És elég mocskos nyomás, ne hord úgy fenn az orrodat. És csináld meg rendesen, mert ellenőrzöm, megértetted? Az, hogy boldog-e, az már másik történet. Mi azok vagyunk. Ne is mondd, Cynthia, elég csak rátok nézni. Na és, élveztétek Londont? Na, szuper volt. Ott kezdtünk el együtt fellépni, és hát a többit már tudjátok. Romantikus pop ötvözve egy kis elektronikával. Ez a siker receptje. És... ennyi! Én
senti irreverente, de repente viu tudo mudar. E agora onde você andará? Já tentei, mas não sei onde te achar. Olho na rua, na lua, em todo lugar. E além, yeah! Ele era um príncipe inconsequente. Por acidente a olhou. Ela curtia um pop pelo adolescente, quase displicente, o encantou. Agora onde você estará? No meu sonho continua a dançar. Nesse ritmo eu quero me jogar, meu bem. New stuff.